Osztrák győzelemmel zárult a 17. székelyföldi kerékpáros körverseny, a dobogó harmadik fokára pedig román versenyző állt, a csapatok között a bolgár válogatott végzett az élen. Péntek délután érkeztek a marosvásárhelyi Somostetőre a 17. székelyföldi kerékpáros körverseny versenyzői. A szakasz kapaszkodóval zárult, ami széthúzta a mezőnyt. Karl Ádám, aki a legjobb magyarnak járó megkülönböztető mezt vette át, híradónknak elmondta, hogy egyaránt elégedett az egyéni és a csapat teljesítményével is a nehéz szakasz végén. Nem feltétlenül az én terepem volt, ahogy említetted, elég sok domb volt ma. Úgyhogy mindenképp ez egy jó eredménynek számít. Csapat szinten is úgy gondolom, hogy elég jól teljesítünk, hiszen Isztor Sekker Zsolt ma a nap elmenésében volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Másnap a megmérettetés utolsó napján Marosvásárhelyről Csíkszereda irányába folytatódott a verseny. Az etapon a három fős szökevénycsoport több mint egy percet vert a bolyra. A győzelmet Krisztián Röjliánú, a román válogatott versenyzője szerezte meg, 3 óra 18 perc és 37 másodperc alatt teljesítette a távot. A norvég André Thorbjørn Røed végzett a második, az osztrák Martin Messner pedig a harmadik helyen. Az összetettben érdekes módon fordított állás született, a végső győztesnek járó piros mezt Martin Messner szerezte meg, az osztrák kerékpáros 9 óra 44 perc és 31 másodperc alatt tekerte végig a székelykörversenyt. Őt alig 5 másodperccel lemaradva a norvég André Thorbjørn Røed követte, Krisztián Røjliánú pedig 18 másodperces hátránnyal a dobogó harmadik helyén végzett. Ez egy rendkívüli, igazán nekem való szakasz volt. Elég nehéz volt, rövid és kemény kapaszkodókkal, amelyek jól mennek nekem. Megvártam az utolsó 40 kilométert, ahol már minden versenyző fáradtnak érezte magát, ott találtam egy jó pillanatot, és két másik versenyzővel együtt megszöktünk a bolytól. A legjobb csapatnak a bolgár nemzeti válogatott sportolói bizonyultak. A körversenyen 422 kilométert tettek meg a versenyzők.